Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb Lost Light-os videóval, és ebben a részben egy sniperrel fogunk menni, a DR10-zel, amit régen DVL-nek hívtak szerintem, de mindegy is. Igazából így néz ki. Van hozzá egy nagyon erős lőszerünk, ez az M118-as, ez a 4-es 5-ös közé sorolható. Én közben itt felszerelkeztem, itt vissza kell cserélnem ezt a 2-es izét, mert ez lejárt és nem engedett meccsbe, de az mindegy is. Hát így néz ki az inventorom, tele van rakva mindenféle dologgal, itt van pár fegyver, akkor itt kaptam csomó hülyeséget, kaptam egy ilyen small item case-t, és igazából, ja, körülbelül ennyi, így vagyok. Úgyhogy menjünk ki szerintem. Igen, itt megvan minden. Jó, hát jó, biztosítsunk be mindent bárminek, és egyértelműen az erdős mappon fogunk menni, igazából szólóba. Hát, PC player, hát igazából nekem mindegy, mert most nem azt nem szoroz, hogy PC-sekkel játszunk vagy nem. Beredizünk, ready-be vagyunk. És mehetünk is be. Hát nem tudom, mi lesz igazából én. Ha elvesztem a cuccom, nem osz, nem szoroz, én nektek akarom megmutatni ezt a sniperes témát, és ugye itt lehet a legjobban bemutatni. Hát meg ugye van itt kis pisztolyunk, közel harcra, de... Jó, mehetünk is, hol vagyunk? Hát azért nézzünk be a villához, nem? Azért mégiscsak... Hopp, itt betöltött itt a játék. Tehát tudok menni vajon? Nem tudom. Megnézzük, hogy itt át tudunk menni. Igazából én itt sose voltam, vagy lehet, hogy nem is volt ez a rész. Van valaki? Volt valaki? Hol lett? Jaj! All clear. Over. Someone's on our tail. Kill him! Something's up! Intruders! Hát ez két lövés kellett, de mindegy. Igazából ezt leszettük, és még lehet, hogy ott hátul lesz valaki más is. Itt töltöget nekem össze-vissza, de mindegy, engedjük is el. Hát itt kiveszik a bandást, meg... Hát ezt az AK-t, azt jó van az nekünk. Jó, mást egyelőre itt nem láttam. Vagyis hát volt itt valaki, de... Az eltűnt, mindegy igazából. Megyünk, rotyogunk tovább. Új, itt van egy AK. 74-en. Meg egy szupresszor. Ezek fullos lootok. Na, ez a láda, ez tök jó volt. Igazából itt lehet, hogy le megyünk jobbra, mert én nem látok senkit. Ja, le is megyünk jobbra. Megnézzük a villát. Töltöget mindent, hát rég játszottam azért, viszonylag rég, hát más videók voltak a csatornán, meg sokat frissített a játék amúgy.
Balhé van, ott valakit lelőttek. Na. Mindegy, lelőttük azt a izét, nekem a player kéne. Kicsit lehet okosabban kéne játszanom, de... Ott fönt van valaki? Ó, hát igen, az egy player. Hát itt elég macera úgy játszani, hogy... ott simán elő, és ráadásul még... lagblokk is. Faszom. Elég béna vagyok. Slisszol erre. Szóval annyira nem vagyunk jók. Szóval el kéne futni a picsába. Én azt mondom. Áááá, gyerünk! Gyerünk! Jó, ez ellőtt, mint a kurva élet. Szóval ez jönni fog utánunk. De... mindegy, muszáj volt elmennünk. Ott van fönt valaki. Nem tudom, hova menjek be igazából, hogy őszinte legyek. Itt is lesznek egy csomóan. Jó, mindegy, nem baj. A staminám is elfogyott. Hajj már meg! Hát ez... na jó van. El is lőtt a gyerek, és meg is haltunk. Szendes, sós. Mi? Na mindegy. SOS, please. Ennyik voltunk, hát mit vigyünk ki? Hát vigyük már ki. Hát igen, meg is ölt ez a gyerek. A Prey, azóta neve Prey. Hát, elég kreatív. Az új Predator filmhez képest, szóval... aki érti, érti. Volt két killünk, ez az... ennyi. De meghaltunk, szóval mindegy. De ha új, kaptunk ennyi cuccot. Hát ez el se fér a izémbe. El se fér itt, szóval én ezt nem tudom, ezt fölveszem. Meg ezt is. Hát akkor ezt is. És akkor most hát, ha elférnek ezek a cuccok, mi mindig nem. Akkor ezt egyelőre nem tudom felvenni, ezzel nem tudom mit csináljak, ezt igazából nem lehet használni, szóval eladom. Nekem nem oszt, nem szoroz igazából. Ebből van egy csomó ilyenem, szóval ezt is eladom. Remélem, hogy nem volt különböző... különböző kulcs, hanem ugyanaz. Ezt is eladom, mert annyira bullshit lőszer. Ezekkel nem tudom, mi legyen, én ezt... Hát eladom, mert igazából amikor régen is kaptam ilyeneket, akkor is semmire nem használtam, meg semmire nem volt jó. Szóval... ebben mit rakjunk?
ezt nem lehet belerakni. Lőszert se, ezt át az ilyen dolgokat bele lehet rakni. Akkor rakjuk bele, kulcsot sem. Jó, fegyver alkatrész se, akkor ezeket a kis cuccokat, pénzt sem. Hát más nincs is ilyen kis cuccom, max itt vannak ezek. Ez biztos, hogy belemegy, ez is, de ez nem, hát ne mondjad már, hogy nem. Bele kéne menni, és nem. Jó. Jó, másom igazából nincsen. Ezt ide berakom. Hát ezek nem osztanak, nem szoroznak. Még ezt talán ide berakom. És a fejest is lehet, hogy szívesen elraknám valahova. Mindegy, hagyjuk. Hagyjuk, és akkor nézzük meg, hogy miket tudunk hetes szinten csinálni. Mármint vásárolni, meg egyéb ilyen dolgok. Végre ezt ki tudtam oldani. Szóval ezt rögtön fel is veszem. Hát ezt meg ide rakom egyelőre. Aztán nézzük meg, hogy mit tudunk vásárolni. Jaj. Jó. Nézzük, Trading Center. Tudunk venni egy, hát egy komolyabb adart, talán adart, egy MDR-t, és tudunk venni egy P90-et. Ezekből jó kis videók lehetnének, meg 4-es armor tudunk venni. Hát igen, itt egyebeket, de ezek nem fontosak. És nézzük, hogy itt bizony, itt 1,2%. Aha. Hát itt jelenleg semmit nem tudunk venni, itt level 13, 20, meg minden dolog van. Igazából úgy, hogy szerintem, elnézést, amiket érdemes lenne megvenni, ezt én megveszem, ezt is megveszem, ezt pedig nem veszem meg. És ebből a két fegyverből akkor tudunk csinálni videót, egy bemutató videót is akár. Nézzük, hogy mit tudunk rajta modifikálni, bár szerintem semmit. Igen. Hát konkrétan semmit. Hát igazából itt is, hogy mit kéne. Itt se lehet nagyon. Ebből jó lenne egy ilyen, de mindegy. Akkor ebből a kettő fegyverből biztos, hogy lesz nekünk videónk. És nézzük meg azt az AK-74M-et. Ezzel már biztos több mindent lehetne kezdeni. Na? Nem bírok belemenni? Nem. Jó. És ez level 9-től van a Black Market. Szóval végképp nem tudunk semmit se csinálni. Jó, igazából van egy csomó fegyverem. Itt van egy AK-74M-em. Egy AKS-74N. És van egy RP-16-om, vagyis egy RPK-m. Úgyhogy ezeket gyorsan eladom.
Hát a lőszereket egyelőre meghagyom, ez a BS lőszer, ez igazából egy nagyon jó lőszernek számít. Ezt ti se adjátok el, ezeket eladnám. De a BS lőszert azt nem. A későbbi ebben jól fog nekünk jönni. Úgyhogy ez a videó ez igazából ennyi lett volna. Egy kicsit sniper-eztünk egy kört, bár hát nem tudtunk sokra jutni vele. Meg itt megnéztünk pár dolgot itt az inventory-mba. Ő ugye alapvetően mindig kap az ember például ilyen sok dolgot. Úgyhogy nem rossz ez a játéktól, ha például nincsen semmit. BS lőszereket, amik nagyon erősek. Vettünk két darab fegyvert, egy MDR-t és egy P90-et. Van itt egy AKS-74M-ünk, és ugye van már egy fegyverládánk, ami hát három fegyvert bír el, és van már egy mondhatni egy ládánk, ami ilyen tárgyakra jó, tárgyakat tudunk beletenni, ugye itt látni lehet, hogy mik a tárgyak. Például érme, plastik, scrapek, wire, egyéb ilyen, hát ilyen gyűrűk, ilyen fuelok, egyéb ilyen kis tárgyak, amiket itt tudunk tárolni. Ebből van nagy, ugye ebből kaptuk meg a kicsit, úgyhogy majd azokat is megvesszük. Talán, hát itt nem tudom nektek megmutatni, majd meg fogom nektek mutatni, hogy milyenek vannak. De majd azt a következő videóban. Ez a videó az ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha megnéztétek. Találkozunk a következő Lost Light-os videónkba. És addig is, sziasztok!